Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Bőrgyártól az akadémiáig. George Szekeres. Mindent a matematikának köszönhet. A hivatását, a munkáját, még a feleségét is. Igazold, hogy bárhogyan veszünk fel 5 általános helyzetű pontot a síkban, mindig kiválasztható közülük egy konvex négyszög 4 csúcsa. Szólt a feladat az 1920-as évek végén a tehetséges gimnazisták Anonymous csoportjának összejövetelén. Klein Eszter már mondta is a megoldást. Ez alapján a jelenlevő későbbi nagyságok, Erdős Pál és Szekeres György felállították a kombinatórikus geometria egyik alaptételét. Ezt Erdős elnevezte happy end problémának, mert a közös gondolkodás alatt Eszter és Szekeres György egymásba szeretett. Házasságuk a sírig tartott, mert 2005. augusztus 28-án 1 óra különbséggel haltak meg Ausztráliában. Szekeres György 1911-ben Budapesten született. Vegyészmérnökként végzett, majd a simontornyai bőrgyárban dolgozott. 1937-ben feleségével Sanghajba ment, ahol átvészelték a japán megszállást és a II. Világháborút. A kommunista hatalom átvétel elől azonban menekülni kényszerültek. George Szekeres 1948-tól már az ausztráliai Adelaide Egyetemen kutatott és matematikát tanított. Alapítója, majd elnöke volt az Ausztrál Matematikai Társaságnak. Tagjává választotta az Ausztrál és a Magyar Tudományos Akadémia. George Szekeres megkapta a legmagasabb ausztrál szakmai elismeréseket, 2001-ben, 90. születésnapján 2 napos konferenciát tartottak a tiszteletére. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.